Tóth Árpád, újévi vers a vén házalóról és a fiatal vigécről. 1911. Hölgyeim és uraim! 12-t kongott az óra. Figyeljenek most szépen, ahogy illik, erre az érzelmes búcsúztatóra, melyet, mint hősnő, most elrebegek, lévén az én szerepeim a tragikus és komoly szerepek. Jelentem hát a hölgyeknek s uraknak, hogy míg önök itt ölébe csücsültek pezsgős jókedvnek s rózsás hangulatnak, s mulatnak, az alatt meghalt az öreg Nátán, akinek bánatbatyú volt a hátán, meghalt a könnyet mázoló, veségbe gázoló, rossz portékákkal házaló, ó, esztendő! S most új, vígabb élet kezdendő, s hogy e vígságot stílusosan adjam, a hősnő jelleget bárhogy is szeretem, most levetem, és eljátszom önök előtt egy lengébb, s vígabb szerepem. Az ordi ambusokat ma csípje kánya, ma én vagyok a szilveszter szobalánya. És bejelentem, hogy most egy új vendég érkezett, valami víg monoplán szerkezet röpítette ide, s két nagy koffer van a két kezibe, melyekben mondja jó kedvet és mámort, és más ilyen finom, kedves portékát hord. És átnyújtotta a névjegyét, hogy hozzam be, és mondjam meg a nevét, hogy ő a Boldogság és Társa cég kiválós, megbízható utazója, s a neve, mely mással össze nem tévesztendő, a neve Boldog Újesztendő. Kérem ez ifjút a koferjével és minden drága offertjével fogadják szívesen. Úgy látszik, megbízható vigéc, bizalomkeltő, ahogy kinéz, bár még bércinél is sihederebb, jóképű és elegáns gyerek, és mivel a rendelés már is elkezdendő, hát kezdem én, és mondom, nos, új esztendő, lássuk, hogy milyen finom árut tart most. Kérek ezennel egy forró, zúgó tapsot.